Unzeweiter. Hi, hi. Tschüss. Szevasztok. Közben repkednek a kacsák. Répkednek a kacsák. Szevasztok. Na, hát úgy látom, itt a buli volt. Megint szemeteltek az emberkék. Na mindegy, jaj. Várjatok, úgy teszem, hogy pont jó legyen. Várjatok. Ez az. Úgy oda. Mondjuk ide közelebb kell lennem. És akkor így. Mondjuk ide így, és akkor így. Jó lesz minden. Nyugodj meg, itt vagyok. Nyugodj meg, mert attól megnyugszol. Úgy. Na. Itt vagyok, szevasztok. Jó, a gyerekek, elég nagy itt a növényzet. Vagy biztos, hogy le fogják nyírni. Hogyha nem, akkor elhozom a kutyámat, azt lelegyeni. Na ugye, nem. Kecskét kellene itt termeszteni. Nem termeszteni, hanem legeltetni a kecskéket. Azok hamar lerágnák a füvet. Mostában nem videóztam, mert megmondom őszintén, hogy semmi kedvem nem volt hozzá. Hoztam egy kis kólát. De ezzel is leálltam már most. Tegnap nekiálltam vizet inni. Amúgy mindig szoktam vizet inni, nem azt mondom, hogy nem. Csak kicsit a gyomromat át dolgoztam, meg minden kicsit rosszul voltam tegnap. Vettem be gyógyszert, úgyhogy most már jelenleg jól vagyok. Kólát meg elhoztam magammal, mert nem volt kedvem vizet inni, meg vizet hozni, mert mivel már reggel kólát ittam, úgyhogy azért fogyókázik a dolog. Olyan rápörögtem paplóvag videóira, a GTRP sorozatát nézem folyamatosan, de ő legalább ilyen 3, akár 4 órás, vagy 1-2 órás videókat tölt fel, ugye ő a Twitch-en szokott leginkább live-ozni, mindenki a Twitch-et használja, nem ismerem ezt a dolgot, de úgy tudom, hogy én is regisztráltam rá, valamikor körülbelül egy hónapja már lassan, nem tudom, hogy hogy kell használni, nem is értek hozzá. Azt nem mondom, hogy fogom használni a Twitch-et, de lehet, hogy egyszer biztos. Nem tudom, majd hogyha úgy alakulnak a dolgok, és lesznek olyan újítások a számítógépemben, akkor mindenképp fogok erről információt adni nektek. Én is szeretnék majd GTA-RP-zni, de az én gépem ahhoz nagyon gyenge. Maximum chase-ni szoktam, de arról meg nincs értelme videót csinálni, hogy botok ellen játszok. Tehát mondjuk játszottam szerveren, hát nem voltam valami profi. Hát már kiégtem belőle, mert azért az elmúlt évek során nem sokat játszottam, mert nem vagyok olyan aktív, hogy szervereken játszok. Fiatalabb koromban rengeteget játszottam, internetklubokba jártam, úgyhogy tök jó volt ez a dolog. Amióta így tudom, ismerem az internetet, azért így el vagyok ezzel a dologgal. 2017 nyaráig én addig nem is ismertem ezt a YouTube-on videózást, meg hogy a videósok videóznak egyébek. Soha nem is tudtam, hogy léteznek videósok, én mindig zenét hallgattam. Videókat nézegettem, de azt nem tudtam, hogy vannak, léteznek videósok. Azt tudtam, hogy vannak olyan videók fönt, amik ilyen eszközöket mutatnak be, telefonokat, mondjuk legújabb festmények, autómodelleket, vagy épp reklámoznak valamiket, azt tudtam, de azt nem gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, hogy ja, hát lehet videózni, és gondolj bele, videózó pénzt keresel vele, mert nagyon sokan pénzt keresnek vele. A legtöbb videós, legtöbb nagyobb youtuber mindenképp a fiatal nézőkből szerzi a pénzt, meg a legtöbb nézettséget is, ugye a legtöbb nézettség a reklámok miatt van, hogyha egy adott cég reklámozza őket. Amúgy. Azt gondolom, hogy ez van. És ennek kell lennie. Na. Hát ilyen helyzetek vannak. Na, találkozunk következő részben. Mindjárt jövök.
Szevasztok! Következő rész videó. Az a baj, hogy mindig jönnek emberek, és most itt is vannak, aztán nem akarom, hogy benne legyenek a felvételbe. Engem zavar, hogyha benne lennének. Hát ez van, ezt kell szeretni. Ott tartottam, hogy rá vagyok pörögre erre a GTA sorozatra, hogy majd lehet, hogy én nekem is lesz ilyen lehetőségem, hogy GTA sorozatozzak. De majd, hogyha úgy alakul, akkor mindenképp fogok jelentkezni ez ügyben. Na de mindegy, menjünk tovább. Aztán majd jelentkezem még, szevasztok. Na üdvözlet, szevasztok! Az erdő mélyéről jelentkezem. Hoppá! Mindjárt össze is esek. Na, hát gondoltam, csinálunk egy ilyen kis erdős videót. Nem nagyon volt már ilyen, nem nagyon volt még ilyen komolyabb videóm. Az erdőből mindig jó jelentkezni. Ez egy jó dolog, hogyha innen jelentkezünk. Az erdő mélyéről. Hát gyerekek, kicsit zajlik itt az élet, mert nem nagyon tudtam olyan videót készíteni, amit szerettem volna, de majd megpróbálok mindenképp olyan videót csinálni néktek, ami jó lehet is. És igenis király lesz, hát most túra videó lett abból, amit igazából sima videónak terveztem. Hát ja, hát majd valamit kitalálunk, hogy milyen játékokat tudnék kipróbálni, mert rengeteg játék van, amit kipróbálnék. Need for Speed-del játszottam, Carbonnal játszottam. Én is szeretnék gameplay videókat. Nem tudom, hogy lesz erre lehetőségem, de nem ígérek semmit. Lehet, hogy lesz, nem tudom. Ahhoz azért olyan gép kellene, amiért tényleg rengeteg játékot tudna vinni. Sokat gondolkodok ezzel, hogy hogyan tudnám fejleszteni a gépet. Meg ahhoz azért olyan háttér kell, hogy ne zavarjanak vele, ne legyen háttérzaj. Mert azért ott, ahol én lakom, azért ott folyamatosan zaj van. Meg zörgés, meg hát ott a kutya is, úgyhogy mindig ugye. Egész jó idő van, úgyhogy végre itt van az a úgymondott nyári idő, amit mindenki várt már. Szerintem tök jó dolog, hogy nyár van, és jó idő van. Hát most azért jöttem ide erre a kis zugra, erre a kis csendes nyugodt helyre, mert folyamatosan itt az emberek mászkálnak, a kutyát sétáltatnak, meg mi egymást. Én nem akartam, hogy zavarjanak, nem akartam, hogy benne legyenek, vagy éppenséggel azt nézzék, hogy én mit videózok, vagy hogyan. Persze ezt le kellene küzdeni azzal, hogy folyamatosan olyan nem törődsz azzal, hogy körülötted kik vannak, csak csinálod a videót. Én az a fajta ember vagyok, aki nem szereti, ha megzavarják, miközben videózik, mert én azért úgy vagyok vele, ha videózom, akkor csak én legyek benne, ne legyen az, hogy külső hangok is vannak benne, ne zavarják meg a mondani valómat, mert akkor
kizökkenek a gondolatmenetből, és akkor mindjárt arra figyelek, ami épp körülöttem zajlik, és nem arra, amit épp mondani akarok, vagy amit elkezdtem. Mert sokszor így elkezdek egy témát, és mindig jön valaki, akkor mindig észre lehet venni a videóban, és hogy megállok, csendben vagyok, és gyorsan kikapcsolom, az azért van, mert mindig valaki megzavar. Úgyhogy ja, de amúgy nagyon jó érzés itt lenni, meg feltöltődök. Jó itt lenni. Na mindegy, hát most igazából ezek a videók, amiket csináltam, remélem, hogy tetszeni fog nektek. 20 percesre terveztük a dolgot, lehet, hogy sokkal több lesz, mint 20 perc. Hát ez van, ezt kell szeretni, ezt kell imádni. A csatlakozás gomb elérhető, most már egy-két napja. Ha úgy érzed, hogy tag szeretnél lenni, akkor nyugodtan kattints rá, nézd meg jól. És ha tényleg tag szeretnél lenni, csak azért, hogy normális kereteken belül szeressél nekem, vagy szeretnél nekem kommentelni, írni és a videóimat nézni, akár hogyha lesz majd live videóm, csak tagoknak fogom készíteni a live-okat, akkor nagyon szívesen várom azokat az embereket, akik tényleg normálisan és kultúráltan szeretnének velem beszélgetni, és akkor legalább egy normális csapatot össze tudnánk állítani. Na, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Mm-hmm.